Cristiano Ronaldo fogadást kötött társaival, hogy ő lesz az idei spanyol bajnokság gólkirálya. A Paris Saint-Germain csapata mindent bevet, hogy maradásra bírja Neymart. Nézzük az elmúlt napok legérdekesebb foci híreit. Az MLS fegyelmi bizottsága, mint visszaesőt, 3 millió forintos pénzbüntetéssel sújtotta a Ferencváros csapatát a Debrecen elleni mérkőzésen tapasztalt nagy mennyiségű pirotechnikai eszközök használata, illetve a stadion területén történt súlyos szurkolói rendbontás miatt. A pénzbüntetés mellett szektorbezárásra is kötelezik a zöld-fehér klubot, így a B1, B2 és B3-as szektorok a következő három hazai bajnoki meccsen lezárásra kerülnek majd. Mint ismeretes, a Fradi Ultrák mintegy 3,5 év után tértek vissza a lelátóra, miután sikerült egyességre jutniuk Kubatov Gáborral, a klub elnökével, de ha a büntetés mértékét nézzük, akkor alig ha ilyen visszatérésről álmodtak a felek. A Ferencváros időközben bejelentette, hogy fellebbez a döntés ellen, és tárgyalás megtartását kérik az MLS-től. Hamarosan mozifilmet forgatnak Toni Kroosnak, a Real Madrid német középpályásának az életéről. A játékos életéről szóló dokumentumfilm forgatása idén decemberben kezdődik, és véletlenül 2019-ben kerül a mozikba. Ezt maga a futballista jelentette be, aki elmondása szerint már nagyon várja, hogy elkezdjék a forgatásokat. A film producere az Emmy-díjas Leopold Hirsch lesz, aki Dirk Nowitzkiről és a Klitschko testvérekről is forgatott már hasonló jellegű dokumentumfilmet. A Real sztárja elmondta, hogy óriási megtiszteltetése számára, hiszen nem minden sportolónak adatik meg, hogy filmet forgassanak az életéről. A most 27 éves Kroos 2014-ben a Bayern Münchentől igazolt a királyi gárdához, amelyben ezidáig 105 bajnokin lépett pályára, és 3 év alatt szinte mindent megnyert, amit csak lehetett. Emellett a német válogatott mezét 79 alkalommal húzhatta magára, és 2014-ben világbajnoki címet nyert a Nacional ellen. Ennek tükrében minden bizonnyal egy érdekfeszítő filmnek nézünk majd elébe. A Paris Saint-Germain a nyáron őrült összegeket költött az átigazolási piacon, amely miatt a téli transfer szezonjuk jóformán csak az eladásokról fog szólni. Mint ismert a párizsiak, csak a Neymar-Mbappé duó megvásárlásával 402 millió eurónak megfelelő összeget költöttek el, bevételük viszont alig volt, így a pénzügyi fair play szabályainak megsértése miatt az UEFA büntetéssel fenyegeti a francia klubot. Emiatt a télen jó néhány játékosuktól meg kell válniuk, hogy egyensúlyba hozzák mérlegüket. Ennek olyan klasszisok esetnek áldozatául, mint Di Maria, Lucas vagy Draxler. A PSG célja az lenne, hogy most januárban a játékos eladásokból legalább 80 millió euró befoljon. Erre reális esély van, hiszen az európai topklubok sorban állnak ezekért a játékosokért. Lucast a rivális Monaco vinné, Di Mariát a Barcelona, míg Draxlert az a Bayern München, akik az új Robbent látják a német játékosban. Emellett a Paris Saint-Germain vezetőedzőjének, Unai Emerynek sem biztos az állása, aki az elmúlt szezonban csődöt mondott a csapattal, így még az sem garantálja a maradását, ha idén bajnoki címre vezeti az együttest, a Bajnokok Ligájában pedig eléri a minimális célt, vagyis az elődöntőbe jutást. A lehetséges utódok között a legesélyesebbként Massimiliano Allegrit és Antonio Contét emlegetik, de angliai források szerint José Mourinho neve is szóba került, akivel már meg is történt az első kapcsolatfelvétel. A Paris Saint-Germainnel kapcsolatos hír az is, hogy úgy hírlik, Párizsban komolyan tartanak attól, hogy Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke valóban elcsábíthatja a legnagyobb csillagukat, Neymart. Ahogy a Tiki-Taka hírek legutóbbi részében is elhangzott, a Blancók elnöke a brazil támadóban látja Cristiano Ronaldo jövőbeli utódját, emiatt minden követ megmozgat majd, hogy megszerezze a 25 éves játékost. Azonban a Real csak 2021-ben indulna támadásba, mivel a hírek szerint CR7 ekkor vonul majd vissza, míg Neymarnak már csak egy év lesz hátra a párizsi szerződéséből. Emiatt a francia klub vezetősége már dolgozik egy terven, hogy bebiztosítsák a nyáron vásárolt új csillaguk maradását. Az együttes elöljárói úgy hiszik, hogy a vezetőedző személye lehet ennek a kulcsa, hiszen a brazil futballista és Unai Emery kapcsolata közel sem mondható ideálisnak, és ez a legfőbb oka annak, hogy a hírek szerint Neymar nem érzi jól magát új csapatában. A PSG küldöttei már találkoztak George Mendezzel, José Mourinho ügynökével, aki a fő célpontjuk lehet a kispadra, és bíznak abban, hogy a Manchester United jelenlegi edzőinek érkezése Neymart is jobb belátásra bírná, aki korábban több nyilatkozatában is dicsérte a portugál trénert.
Cristiano Ronaldo nagy önbizalomról tett tanúbizonyságot, miután a hírek szerint fogadást kötött csapattársaival, hogy ő lesz az idei bajnokság gólkirálya. Elég nagy fába vágta a fejcéjét, hiszen eleddig egy gólt szerzett a szezon során, míg az jelenálló Lionel Messi már 12-nél tart. Ronaldo madridi karrierje során 3 alkalommal már elnyerte a spanyol gólkirályi címet, legutóbb az a 2014-2015-ös kiírásban sikerült neki. A mostani elsőség azonban óriási bravúrnak számítana, ami még talán össze is jöhetne, ha nem lenne ott a mezőnyben a katalánok argentin szuperklasszisa Lionel Messi. A portugál támadó ennek ellenére bízik a saját képességeiben, és biztosra veszi, hogy ő végez majd az élen. Ezt jelzi, hogy nem kevés összegben fogadó társaival, és ha sikerül nyernie, akkor a bezsebelt pénzösszeget egy jótékonysági szervezet kapja majd meg. CR7-nek így minél hamarabb formába kell lendülnie, hiszen ha az 5 európai topligát veszük figyelembe, akkor Ronaldo a támadók hatékonysági listáján az egy góljával az utolsó helyen áll. Ezen a listán egyébként azok szerepelnek, akiknek már legalább 10 kapura lövésük van a szezon során. Segíts te is a csatorna népszerűsítésében, és lájkold be a Tikitaka TV Facebook oldalát, és kövess be Instagramon is! És ha szeretnél értesülni a legújabb videókról, akkor iratkozz fel a csatornára!